Sziasztok! A mai videóban, mint ahogy az már a címből is jól látható, arról fogok beszélni nektek, hogy hogyan szerkeztem az Instagram képeimet. Tényleg nem tudom megszámolni, hányszor kérdeztétek már ezt tőlem, és mennyi nagyon aranyos és dicsérő üzenetet kapok azzal kapcsolatban, hogy mennyire tetszik nektek az Instagram oldalam, aminek nagyon örülök, mert elég sokat munkálkodom rajta, mert imádom a képecskéimet szerkeszgetni, meg összeállítani, meg feltöltögetni, szóval, hogy ez tényleg így a hobbim és a szenvedélyem, most már valamilyen szinten munkaeszközöm is, na de az a lényeg, hogy nagyon örülök, hogy tetszik nektek, köszönöm, hogy mindig megdicsértek, mert nagyon jól esik, és hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor ez a videó erről fog szólni, úgyhogy vágjunk is bele. Összeírtam magamnak néhány dolgot, hogy hogy tudnám a legeslegjobban összefoglalni azt, hogy hogy tudtok saját magatok szemére kialakítani egy olyan Instagram oldalt, hogyha komolyabban szeretnétek ezzel foglalkozni, ami tényleg megállja a helyét. Mert szerintem mindenkinek az a célja valamilyen szinten, hogy úgy legyen egyedi, és úgy tudja kifejezni a saját stílusát a képeink keresztül, hogy az sok ember számára tetsző és vonzó legyen, és aztán végül sok embernek annyira tetsző legyen, hogy kövessen téged, és szerintem ez egy teljesen normális cél, hogy az ember követőket is gyűjtsön, ugyanis minél többen látják, amit alkotsz, annál többet tudsz adni. Tehát szerintem ebben semmi szégyenivaló nincsen. Az nagyon-nagyon átjön, hogyha valaki csak azért töltöget, és csak olyan dolgokat töltöget fel, ami tényleg ilyen követő bait, tehát ilyen follower bait, hogy is mondjam, ilyen indokolatlanul oda vonza a tekintetet, és igazából szerintem nagyon érezni, ha valamiben nincsen benne a személy maga, és valakinek a lelkülete. Na de nem is ez a lényeg, kezdjük az első dologgal, amit felírtam magamnak, és ez az, hogy kérdezd meg magadtól, hogy mi a célod ezzel az egésszel, az Instagrammal. Én úgy gondolom, hogy a felhasználók nagy részét kb. Két csoportra úgy lehetne leginkább osztani, hogy vannak azok, akik egy ilyen kis emlék képtárként vagy emlékgalériaként tekintenek rá, és megy bele a kajásképektől elkezdve a gyerekes képeken át, az utazásokon keresztül minden, amivel semmi probléma nincs, és szerintem a legtöbb ember ilyen módon használja az Instagramot. Én mondjuk azért szeretem ezt az alkalmazást, mert szerintem képekkel rengeteg mindent el lehet mondani, szóval meg kell kérdezned magadtól, hogy elég-e az, hogy egy ilyen kis saját családi albumként, vagy személyes albumként gondolsz rá, vagy van egy konkrét és sokkal határozottabb koncepciód, amin keresztül szeretnéd építgetni és alakítani a feededet. Ez a koncepció nyilván akkor tud kialakulni, hogyha az Instagram számodra egy önkifejezési eszköz, mert nekem például az, tehát az én képeimen keresztül nagyon sok mindent megtudhattok például arról, hogy nekem mi tetszik, mit csinálok, mik azok a dolgok, amik nekem így fontosak. Nyilván ennek nagy része külsőség, mivel képeken keresztül az ember majdhogy nem csak a külsőségeket tudja megmutatni. De a külsőség szerintem nem feltétlenül rossz, mert a külsőségeken keresztül sok mindent megtudunk arról, hogy valakinek milyen értékek fontosak, vagy mi az, ami kitölti az életét, és fontos számára az életben. Na mindegy, szóval, hogy ha van egy konkrét koncepció a fejedben, hogy mik azok a dolgok, amiket te meg szeretnél mutatni ebben a feedben, akkor valószínűleg nem fogsz rám furán nézni, hogyha elkezdek filterekről, meg beállításokról, meg ilyesmikről beszélni. Én a hasonló szemléletmóddal rendelkező Instagram profilokat követtem, tehát akik ugyanúgy szeretnek odafigyelni arra, hogy mennyire illenek egymáshoz a képek, és hogy mit közvetítenek azok a képek, mennyire esztétikus az adott fotó, milyen a színvilága, mennyire jó ránézni. Ez szerintem nagyon fontos, és igen, valaki azt mondja, hogy ez borzasztó külsőség, és ez nem szabadna, hogy fontos legyen, de szerintem igenis nagyon fontos, és teljesen jó önkifejezési eszköz, illetve hobbi. Hogyha tudod, hogy szeretnél annál többet kihozni ebből az Instagram oldalból, mint hogy folyamatosan posztolod azt, hogy éppen mi történik veled, hogyha szeretnél egy kicsit nagyobb odafigyeléssel és több fantáziával viszonyulni az Instagram oldalodhoz, akkor mindenképpen át kell gondolnod azt, hogy mik azok a témák, amik illenek egymáshoz. Nekem ez okozza a legnagyobb problémát, mert én szeretek az utazásaimról is posztolni, a kávézásaimról, a szép tájakról, az outfitekről, ruhákról, flatlayekről, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden van, ami nekem tetszik, és
mivel tetszik, és szépnek találom, meg akarom mutatni, de nem biztos, hogy tudok úgy összefüggést találni a képek között, hogy az jól nézzen ki, és mivel nekem fontos az összkép, és én nem az a felhasználó vagyok például, aki úgy néz rá az Instagram oldalra, bárki Instagram oldalára, hogy egyenként nézegetem a képeket, én mindig az egészet nézem, szóval akinek ez jelentőséggel bír, annak nyilván le kell mondani a sokszor fotókról, amiket amúgy szívesen feltenne, de sajnos az egészben nem illik bele. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy szép, esztétikus feedek nem születnek véletlenül, hanem abban elég sok munka van. Ott annak az adott Instagram oldalnak a szerkesztője ezt átgondolja, hogy mi mihez illik, mit hogyan tesz egymás mellé. Nagyon fontos, hogy a kerekegész az egy esztétikus kerekegész legyen, mert én például akkor kezdek el követni valakit, ha ránézek a feedjére, és azt mondom rá, hogy hú, de jól néz ki, és hogy milyen jó képeket csinál, és én az egészről alkotott benyomásom alapján döntök például ilyen dolgokban. Ha megvan bennetek az igény, hogy legyen egy változatos, ugyanakkor gyönyörű, homogén feedetek, amire nagyon jó ránézni, és egy gyönyörű összképet ad a ti személyiségetekről és azokról a dolgokról, amik titeket a hétköznapokban foglalkoztatnak, vagy akár az életetek bármely más területén, akkor mindenképpen fel kell arra készülni, hogy vannak bizonyos témák, amikről le kell mondani. Egy jó példa erre az, hogy egyszer megkeresett egy cég, és a termékükkel szelfizni kellett volna. És ha megnézitek a feedemet, akkor nem nagyon szoktam szelfiket csinálni, hogyha lejjebb tekertek, és így sok évre visszamenően legörgettek így a falamon, akkor lehet, hogy találtok néhányat, a rengeteget változott a stílusom, ezt láthatjátok ti is, de sokáig tartott, hogy megtaláljam azt, hogy nekem igazán mi tetszik, és ez lehet, hogy 5 év múlva teljesen más lesz, lehet, hogy már jövőre teljesen más lesz, mert az ember stílusa mindig változik, de most úgy érzem, hogy megtaláltam azt, ami nekem nagyon tetszik. Na de alapvetően a mondanom lényege az az, hogy nem szoktam szelfizni, főleg úgy nem, hogy valami fogok kezemben és így vigyorgok, mert nem. És nem szívesen raknám föl a falamra, ezért vissza is utasítottam egy együttműködést, emiatt megmondtam, hogy én ilyen típusú fotókat nem vagyok hajlandó feltenni az oldalamra, az Instagram oldalamra. És kész. És elestem egy lehetőségtől emiatt. De nem bánom, mert nekem sokkal fontosabb az, hogy úgy nézem valami ki körülöttem, amivel 100%-ban együtt tudok érteni, és 100%-ban engem tükröz, és az én stílusomat tükrözi. Ezért mondom, hogy lemondással is jár az, hogyha valaki ennyire odafigyelve szeretné szerkeszteni az Instagram oldalát. A témákhoz és a potenciális fotókhoz, illetve azoknak a tartalmához még hozzátartozik az, hogy érdemes olyan profilban gondolkodni, amikről tudod, hogy ezekkel majd folyamatosan tudod frissíteni az oldaladat. Nekem sem sikerül minden egyes nap feltöltenem fotót Instagramra, de azt tudnotok kell, és én is megtanultam az idők során, hogy ahhoz, hogy minél több emberhez eljusson az oldalad, és minél többen rátaláljanak, a hashtageken kívül a rendszeresség is nagyon kell. Igazából szerintem ugyanaz vonatkozik az Instagram fotókra is, mint például a YouTube videókra, hogy rendszeres legyen, szép legyen, jó minőségű legyen, igényes legyen, és tényleg ne üljön el az adott oldal vagy csatorna. Bos, Nyúnyú, megütöttem a fejedet. Megütöttem a fejedet véletlenül, mert most itt vagy, és nem vettem észre. És mindig óriási karmozdulatokkal gesztikulálok. Ugye? Szóval, hogyha például sokat utazol, és te egy utazós Instagram oldalt szeretnél kialakítani, akkor legyen annyi utazós képed, vagy tudjál annyi fotót készíteni egy utazás alkalmával, hogy ez kitartson a következő utazásig, hogy ne az legyen, hogy hetekig nem osztolsz semmit. Például nekem nagyon nehéz így a jelmagok kicsönös oldalamat szerkeszteni, mert nem minden nap főzök. Hogyha főzök, akkor nyilván igyekszem lefotózni azt az ételt, amit készítek, de nem főzök annyit, hogy minden egyes nap tudjam frissíteni az oldalt, úgyhogy ebben fejlődnöm kell, és ki kell erre találnom valamit. Azért is nem megy úgy, ahogy szeretném, hogy menjen. Meg hát nyilván azért is választottam külön a Jelma Kicsinös Instagram oldalt a Fatima Pankástól, mert egyrészt két külön csatorna, tehát így igényelte szerintem az egész, hogy külön legyen. De azért is, mert a Fatima Pankás oldalba biztos látjátok, és javaslom, hogy legyen a kezetekbe például az oldalon, egyáltalán nem illenének bele azok a fotók, amik a Jelma Kicsinös oldalon rajta vannak. Mert azok ételfotók. Teljes mértékig más szögből, más koncepcióval, más elképzeléssel vannak elkészítve, és ott igazából csak arra megyek rá, hogy guszta legyen. És
étvágygerjesztő legyen. Ilyen szempontból azt egy kicsit könnyebb szerkeszteni, azért nem könnyű szerkeszteni, mert nincsen elég anyagom hozzá. Úgyhogy ezek olyan kihívások, amikkel, hogyha tényleg komolyabban akar valaki ezzel foglalkozni, vagy több időt akar rászánni, akkor biztos, hogy találkozni fog ezekkel a kihívásokkal. Babája, ne legyél már ilyen cuki! Gyere ide! Gyere! Kutyaszünet. Most átvesztel rajtam tulajdonképpen? Jól van. A következő dolog, amit felírtam magamnak, az az, hogy sokan nagyon vágynak egy ilyen egységes, szép Instagram oldal elkészítésére, vagy hát arra, hogy nekik is ilyen legyen. És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy az inspirálódás, meg az, hogy nézegessünk más oldalakat és más emberek oldalát, rendkívül fontos. De csak addig a pontig fontos, amíg nem úgy gondolkodunk erről, hogy én is ilyet szeretnék. Mert abban a pillanatban, hogy elkezdünk lemásolni másokat, ami nyilván mindig bennünk van, és ezt nem teljesen negatív értelemben mondom, mert nyilvánvalóan nekem sem teljesen egyediek az ötleteim. A mai világban szerintem már nincs olyan, amit valaki más ne csinált volna meg, vagy ahhoz valami nagyon extrát kell kitalálni, hogy ne jöjjön veled szembe valami hasonló. És én ezt nem is feltétlenül bánom, én elengedtem azt, hogy én most teljesen, tökéletesen egyedülállót és tökéletesen egyedit szeretnék. Megengedtem magamnak, hogy inspirálódjak másoktól, az Instagram szerintem erre is van, és akkor jó, ha tanulunk egymástól, akkor jó, hogyha örömet okozunk egymásnak a fotókkal, esztétikailag, és örömet szerzünk egymásnak azzal, hogy jó ránézni arra, amit alkotunk. De ez nem egyenlő azzal, hogy akkor én most teljesen ugyanúgy, olyan-olyan cuccokkal, csak esetleg nagyon minimális módosításokkal elkészítek valamit, amit már valaki egyszer megcsinált, ez egy óriási. Nagy körmondat volt, de értitek a lényegét. Szóval, hogy próbáljunk valami személyeset belevinni akkor is, hogyha az már egy közkedvelt fotótéma. Mint például az én kedvenc fotótémám az, amikor valamit felülről fotózok le. Sok mindent leteszek, elrendezkedek az asztalon, és lefotózom felülről. Ezt rengeteg helyen láthattátok már, rengeteg ember csinálja, rengeteg ember kedveli, főleg a bloggerek körében népszerű, mivel hogyha mondjuk kapunk valami terméket, akkor azt így lehet sokszor a legjobban lefényképezni és szépen elrendezni, hogy az esztétikus legyen. Na de ebbe is bele lehet szerintem vinni egy kicsit saját magadat és a te saját stílusodat, ezért fontos, hogy azt megtaláld legelőször. Azt ugye már említettem, hogy nagyon fontos az egységesség, tehát hogyha valaki egyben ránéz a feededre és nem egyenként görgeti végig a fotókat, akkor az valamilyen szinten homogén legyen. Nem kell mindegyiknek ugyanolyannak lennie, mert az már unalmas lenne. Meg kell találnod a balanszot a között, hogy hogy váltogatod a témákat a feededen belül, hogy az egységesen nézzen ki, tehát a szerkesztésnél hasonló szemléletmóddal szerkezd az adott képet, mert az fogja majd egységesíteni, nem az, hogy csak virágokat vagy csak flatlayeket, vagy csak selfieket készítesz magadról. Tehát az egységesség az nem olyan értelemben értendő, hogy csak egy bizonyos témát kell, vagy lehet fotózni, hanem arra vonatkozik, hogy a különböző témák, ami azért egy nagy gyűjtő témakörön belül van, mint belül az én oldalamon a lifestyle stílusú fotók, mert inkább szerintem ezzel a lifestyle életmód profillal jellemezhető az én feedem, tehát hogy ilyen szempontból is legyen homogén, de inkább a szerkesztési mód legyen az, ami az árnyalatokat, a színezetet egy kerek egészé teszi, és ha valaki ránéz, akkor nem azt látja, hogy Jézusom, ez pirosas, az meg kékes, ez meg zöldes, hanem legyen egy szép, nagyon stílusos, egységes szerkesztési módod és filtered, amit szeretsz, és a te egyeniségedet tükrözi. És ezzel lehet a legtöbbet babrálni, és meg fogom mutatni, hogy én hogy szerkesztem a képeket. És az egységességhez még el kell mondjam, hogy nagyon hasznos, hogyha előnézetben először megszerkeszted, hogy hogy fog kinézni a feeded, erre van egy nagyon jó alkalmazás, az a neve, hogy Snug, majd megtaláljátok a linket a videó alatt mindenképpen, a VNCO-kemét, amivel én szerkesztem a képeket, illetve a Snugét is, és én ott szoktam mindig előnézetet készíteni, hogy hogy fogom, milyen sorrendben fogom majd feltöltögetni a fotókat, és hogy néznek ki a legjobban.
Na, úgyhogy most megmutatom, hogy szoktam képeket szerkeszteni, vágjunk is bele. Nos, képszerkesztésnél az első és legfontosabb dolog, amit tenni szoktam, az az, hogy megnyitom a VSC-okemet, ugye én ezzel szerkesztem a képeimet, nagyon-nagyon szuper filterek vannak, ebben az alkalmazásban valaki viszkokemnek mondja, de az a lényeg, hogy egy ilyen kis köröcske az ikonja, és hogyha megnyitom, akkor egyből a stúdióban találjuk magunkat. Itt van már az összes megszerkesztett fotóm, amit eddig ezzel az alkalmazással elkészítettem, és hogyha újat szeretnék szerkeszteni, akkor erre a kis plusz jelre kell kattintanom, nem tudok beszélni, és ki kell választanom azt, amit szeretnék megszerkeszteni. Hát, nehéz a választás, mondjuk keresünk egy képet még Hollandiából, mondjuk ezt a Bori csinálta rólam, ezt a képet, ugye beimportáltuk a stúdióba, és ennél a kis tologatós, potméterszerű ikonnál tudunk a szerkesztéssel foglalkozni. Na most ez egy alapjáraton is eléggé világos fotó, de én ettől függetlenül is mindig az A6-os filtert szoktam rátenni, tehát ez az eredeti, és hogyha ráteszem a filtert, akkor így fog kinézni. Na most ez ebben a formában eléggé világos és egy kicsit olyan nyers. Úgyhogy visszamegyek a kis potméterekhez, és visszaveszek mindenképpen a világosságból a brightness-szel, vagy hát az exposure-rel. Hát egészen le lehet venni a világosságot róla, de azt azért mi nem szeretnénk, mert én szeretem a légies fotókat, ami azért meglehetősen világos, tehát nem tudom, nem tudok jobb szót használni erre. Így egy picit azért visszavettünk belőle, elfogadjuk, és utána mindig a sharpent, tehát az élességet szoktam állítani, de csak épp, hogy egy kicsit, tehát nem szeretek semmit sem túlzásba vinni, mert különben teljesen indokolatlan lesz az az adott fotó, tehát hogyha bármelyik beállítás túl van tolva, az szerintem semmi esetre sem tesz jót a fotónak. Ezt is elfogadjuk, és amit nagyon szeretek, az a clarity, még, ez egy kicsit testet ad a fotóknak. Ezt is túl lehet tolni, tehát hogyha túltolom, akkor ugye ilyen lesz, tehát ilyen teljesen valószerűtlen és nem szép, úgyhogy mindenképpen ebből is csak épp, hogy egy picikét fogok rátenni, így né. Ezt is elfogadom, és aztán vannak még számomra opcionális beállítások, mint például a grain, ami egy kicsit zajossá és olyan szöszössé teszi a képet, nem tudom mennyire fogjátok látni, mert eléggé tükröződik, amiért elnézést, de látjátok, teljesen ilyen, hogy is mondjam, szöszös lett, tehát ilyen zajos lett. Látjátok azokat a kis szöszöket ott az égen? Talán ott látszik a legjobban. Na hát így néz ki, hogyha fullra feltolom ezt a beállítást, de nyilván nem fogom, mert ebből sem kell annyi. Tehát épp hogy, egy icike-picike. És akkor ezt is elfogadom, és amit még lehet állítani, meg szoktam használni, az a fade, de nagyon ritkán szoktam. Ez egy kicsit olyan fátyolossá, meg mosottá teszi a fotót. Az egész olyan lenne tőlem, minthogyha valamin keresztül, valami rétegen keresztül, függönyön keresztül néznénk ezt az egészet. Látjátok, ilyen, hogy a fura fel van tolva. Tehát az egész olyan fátyolos. Ebből is szoktam néha egy icipicit rátenni, de most ehhez nem fogom használni. De ez egy kedvelt beállítás még számomra. Úgyhogy ezzel kész is vagyunk. Ha végeztem, elmentem a galériába. Így né. Oké. És mehetünk is a Snag nevezető alkalmazásba, ami tök jó a kézre áll, hogyha kilépek innen. Ezt megnyitom, és itt vagyok már a profilomban, párhuzamosan lehet egyébként több profilt szerkeszteni, és itt vagyok a Fatima Pankás profilban, hozzá szeretném adni ezt az új képet, ami most nyilván nem fog beleilleni a feedembe, meg az előnézetbe, de ettől függetlenül most, ha már itt vagyunk, kiválasztom, és megnézzük, hogy néz itt ki. Ugye nyilván nem szeretek azonos témájú képeket egymás fölé tenni, úgyhogy ha ezt felteszem valamikor, ha felteszem, akkor mindenképpen jó pár képpel később fogom feltenni, de egyébként itt lehet cserélgetni fotókat, ezt sokáig nem tudtam, és tök jól lehet így játszadozni azzal, hogy fog jól kinézni a feed. Ez szerintem a kedvenc alkalmazásom az összes közül a VSCO után. És ennyi igazából. Teljes mértékig függ a témától, hogy milyen beállításokat, meg szerkesztési módszereket használok
a fotóknál, meg a VSCO-kemben, de az a helyzet, hogy ezeket szoktam variálni és állítgatni, attól függ, hogy milyen fényviszonyok között és milyen témában készült az adott fotó. Úgyhogy kb. Ennyi. Most, hogy láttátok, hogy milyen módszereket használok a képeim, illetve az Insta oldalom szerkesztéséhez, egy utolsó záró gondolatot még ehhez el szeretnék mondani. És ez pedig nem más, mint az, hogy az Instagram telefonra lett kitalálva. Most már teljesen átalakultak a funkciói, és ez teljesen rendben van, tudom, hogy rengeteg ember használja munkára, marketingre, önreklámozásra, ami teljesen oké. Okay. Ezzel nincsen semmi gond, tehát tökre értető, hogy például barátnőmnek, Borinak az esküvői fotós oldala, ami amúgy gyönyörű. Tehát oda például nem telefonos képeket tölt fel, vagy nem csak telefonos képeket tölt fel, hanem rendes, nagy képpel készített fotókat. És ezzel nincsen semmi probléma. Viszont attól, hogy valakinek van egy jó Instagram oldala, az nem azt jelenti, hogy ő most nem tudom milyen profi fotós. Mindig el szoktam mondani, hogy attól, hogy sok embernek tetszik az én oldalam, az nem azt jelenti, hogy én most tudok fotózni. Én például nagyon béna vagyok ahhoz, hogy nagy képpel, nagy fényképezőgéppel fotózzak. És megmondom őszintén, nem is köt le, mert annyira az a része nem fog meg. Szeretem a szép képeket, de inkább rábízom egy profira, aki tényleg rengeteg időt, pénzt és munkát öl abba, hogy felépítse a karrierjét, és maradandó fotókat tudjon alkotni, és a megrendelői rendelkezésére bocsátani. Szóval ez egy két nagyon külön kezelendő dolog. Tehát az Instagram az egy teljesen telefonra leszűkített dolog, a legtöbb ember esetében, ami szerintem inkább egy hobbi, jó sokunknak már néha munka is, de inkább egy hobbi, a nagy fényképezőgéppel való nagy munkák, illetve azzal való munkálkodás, az egy sokkal bonyolultabb és sokkal technikálisabb, részletesebb dolog, amivel nem szabad az Instagramot összekeverni. És ez fordítva is igaz, lehet, hogy valaki tök jó fotós kamerával, de az Instagram oldalhoz meg nincsen annyira nagy motivációja, és ezért nem lesz annyira esztétikus, mint egy földi halandói, mint mondjuk én is, aki nagyon sokat babrál vele, és rengeteget tapasztalt már ezzel kapcsolatban. Úgyhogy remélem, hogy ezzel nem sértettem meg senkit, csak sokszor így az emberek fejében nem áll össze, hogy ez a két dolog, ez pontosan mit akar, de le a kalappal az igazi fotósok előtt, akik tényleg rengeteg pénzt, időt és munkát ölnek abba, hogy gyönyörű fotókat készítsenek rendes fényképezőgéppel. Azt szerintem soha nem lehet pótolni. Nem akarom az Instát ledegradálni, de azért nem összehasonlítható a kettő. És ezt nem jó, ha tudjátok, és jó, hogyha ezt mindig észben tartjátok. Azt, hogy a képeimet hogyan készítem, tehát mit tudom én, hogy állítom be a flatlayeknek a tartalmát, vagy egy épületet, hogy próbálok lefotózni, azt majd egy külön videóban megmutatom, mert most ebben nem férne bele, nagyon hosszú lenne. Ettől függetlenül remélem, hogy már ez is hasznos volt számotokra. Kövessétek a Yama Kitchent is, meg a Fatima Panka oldalamat is, megtaláljátok a linkeket a videóm alatt, és hogyha tetszett, légy nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videóban találkozunk. Nagyon szeretlek titeket, sziasztok!